Köszöntöm Önöket a felkészítő verseny második előadásán. A mai napra rendelt anyag az alapvetően informatikai biztonsági, információbiztonsági alapokkal fog foglalkozni. Ugye Önök valószínűleg, legalábbis akik itt tanulnak ezen a karon, már elég sok mindent kaptak informatikából, úgyhogy lehet, hogy egy része annak, amit mondok, az ismert lesz, viszont tekintettel azokra, akik nem tudnak itt jelen lenni, de utólag fogják megnézni majd a videót, már számukra biztos szolgál valamilyen hasznossággal az, amiről beszélni fogok. Ma alapvetően tehát azt fogjuk átnézni, hogy hogyan néz ki egy informatikai támadás. Tehát az a feladat, amivel szembesülni fognak, ugye valamilyen kibertámadást fog szimulálni, ehhez az Önök számára tulajdonképpen valamilyen alapszintű műszaki ismeretre van csak szükség. Ezt az alapszintű műszaki ismeretet fogjuk átvenni, hogy legalább a fogalmak ismertek legyenek. A könyvből, amit ugye megkaptak tananyagnak, három fejezetet fogunk most feldolgozni. Az egyik, a gyakorlatilag a második, a harmadik és a negyedik fejezet az első részből. Ennek a részleteit fogjuk átvenni, megnézzük, hogy egyáltalán mi az az internet, ki vagyok én az interneten, hogyan lehet engem felismerni, hogyan lehet az én támadómat felismerni, milyen támadási technikák vannak, illetve milyen védekezési technikák vannak, amivel szembesülni fogunk. Kezdjük is el tehát. Az első kérdés az, hogy tulajdonképpen ki vagyok én az interneten. Ha erre választ kell adnom, akkor valamilyen, hát alapvetően egy gép vagyok az interneten. Vagy én egy személy vagyok nyilván a gép mögött, de hogy én, mint személy ki vagyok, ez a legtöbb esetben nagyon nehezen kideríthető. Vagy hogyha másrészt nézem a mai világban, egyre könnyebben deríthető ki, hogy tulajdonképpen ki is vagyok. Ha az internet felől nézem, azaz mondjuk egy másik ember, másik számítógépe felől nézem azt, hogy ki is vagyok én az interneten, akkor lehet, hogy egy domain nevet fogok látni, lehet, hogy egy IP címet fogok látni, lehet, hogy egy webes szolgáltatást fogok látni, tehát valami gépi megjelenéssel fogok találkozni. Hogy is néz ki tehát az egész internetnek az architektúrája, hogyha ez vagyok én az interneten, akkor mi látszódik belőle? Az első, amivel nyilván nagyon egyszerűen és triviálisan foglalkozunk, én, hogyha engem akarnak kívülről megnézni, akkor valamilyen név vagyok. Én vagyok a www.krasznai.hu, mondjuk. Ez az én honlapomnak a címe. Ha kívülről nézzük, kívülről néznek engem, akkor mondjuk ez vagyok. Mi ez? Ez tulajdonképpen ugye egy domain név, úgy hívják, hogy domain név. A domain név, mint talán mindenki számára egyértelmű, azoknak az internetes erőforrásoknak az egyedi ember által könnyen feldolgozható megjelenítése, amivel hétköznaponként találkozunk. Az, hogyha azt írom, hogy én vagyok a csaba.krasznai.kukac.uni.nk.hu, az is én vagyok. Az is egy ember által feldolgozható formában az én megjelenítésem az interneten. Ugye? Ez egy e-mail cím. Teljesen mindegy, hogy egy webcímről, egy e-mail címről van szó, valamilyen szabvány alapján ezek az erőforrások el vannak nevezve. Mi is az emögötti lényeg? Ahhoz, hogy az interneten el tudjak jutni egy entitáshoz, én, mint ember, alapvetően azt szeretném csak beírni, hogy ez a személy melyik országban van, .hu, vagy .com, vagy .uk, vagy ., nem tudom én, .te. Szeretném tudni, melyik szervezetnél van, unienkárhu, adott esetben, krasznai.hu, és szeretném tudni, hogy ezen belül milyen szolgáltatást szeretnék elérni. www, tehát egy webes szolgáltatás, csaba.krasznai.kukac, tehát valamilyen e-mail szolgáltatás. Az ember, tehát az internetes erőforrásokat úgy tudja legjobban feldolgozni, hogyha ezt betűvel, human readable formatban írjuk föl. De valójában a gép nem alkalmas arra, hogy ezeket a dolgokat feldolgozza. Emögött, az erőforrás mögött, ami én vagyok, van valamilyen szám. Van egy olyan szám, hogy 100, hasonlók valami, 187.110.5.83. Ez ugye az IP cím. Valójában, amikor ember által olvasható formátumról beszélünk, amögött tipikusan valamilyen cím van. Van ez az IP cím van,
ami segít a gépek számára, az útválasztók számára eldönteni, hogy az általam kért erőforrás tulajdonképpen hol lehet elérni. Nagyon szép, nagyon jó, csak hogy IP címből ugye, hát sok van. Hogyan lehet ezek között valahogy eltetni? Értem, mi az IP címnek a formátuma? Hány IP cím van a világon? Az IP címeknek a formátuma 255. Tehát maximum ezek a számok 255-nél kisebb számokat vehetnek föl. Tehát gyakorlatilag 255-255-255 IP cím létezik a világban. Létezett az előző világunkban, mindjárt elmondom, hogy miért mondom ezt. Tehát tulajdonképpen a világon ennyi számítógép címezhető meg. Ennyi erőforrást tudunk elérni. De ez kevés. Ugye amikor ezt a címtartomást, ezt a címzési eljárást kitalálták, akkor még ez úgy nézett ki, hogy hát vannak ilyen amerikai egyetemek, az amerikai egyetemek megkaptak viszonylag nagy címtartományokat, ezek ugye címtartományoknak hívnak, amit ők az életben nem fognak feltölteni. Aztán jöttek ilyen elmaradott országok, mint mondjuk Magyarország, aki már egy sokkal kisebb címtartományból tudott gazdálkodni. Belemeltnék abba, hogy mik az ABCDF osztályú címek, de ezeket most megkímélem önöket. Nem ez a lényeg tulajdonképpen. Tehát nekem valahogy ebből a 255-255-255 címből kell sáfánkodnom valahogy, persze elég durva egyszerűsítéssel. Szuper! Ez vagyok én tehát az interneten valójában. De még mindig nem ez vagyok az interneten, hiszen hogyha itt van a forrás, szépen angolosan tanuljuk ezt is source-nak nevezett, vagy SRC-nek rövidített forrás, aki szeretne engem megnézni a destination-t, a célcímet, röviden DST-t, valahogy meg kell, hozzám kell találni. Meg kell találni ezt a címet, és meg kell találnia ezt az erőforrás az interneten. Hogyan tudja ezt megcsinálni? Én, mint forrás, elvonulok egy okos eszközhöz, amit hívjunk csak routernek vagy útválasztónak, és megkérdezi, hogy kedves router, tudod-e, hogy ez az erőforrás hol található? Fogalmam sincs. Úgyhogy a router tovább kérdez egy másik routerhez, tudja, hogy hol van ez az erőforrás? Fogalma sincsen. Majd a router tovább kérdez még egy routerhez, aki legalább azt tudja, hogy hol van Magyarország, úgyhogy elirányítja a forgalmat egy olyan routerhez, amelyik már tudja, hogy Magyarországon belül mégis nagyjából hol vannak ezek a címek, és tovább irányítja egy olyan routerhez, akivel az én erőforrásom már közvetlen kapcsolatban áll, és segít nekem megtalálni ezt az erőforrást. Rendben. Akkor van viszont még egy szereplő, ugyanis az a router nekem abban tud segíteni, hogy itt az IP címekkel valahogy elgarázdálkodjon, tehát hogy megfelelő IP címet megtaláljon a dzsungelben. De igazából az, hogy mondjuk ez az erőforrás, a krasztai.hu, vagy az unikötőnk.hu milyen erőforrásom, milyen IP címen van, hát ezt még mindig nem tudjuk. Erre szolgál az úgynevezett Domain Name System infrastruktúra, DNS-nek rövidítjük, Domain Name System struktúra, amelyik a neveket, az erőforrásokat és az IP címeket összekapcsolja. Tehát, ahhoz, hogy a forrás tudja, hogy a krasznai.hu címet hol kell elérni, először ki kell kérdeznie ugye a domain neveket feloldó rendszerhez, ami gyakorlatilag ugyanezen a skálán megy egyébként végig, tehát ez nem egy egyszintű skála, aki visszaadja, hogy hopp, ezt az erőforrást ezen az IP címen fogod majd tudni elérni, és úgy tudok oda rútolni majd valahogy eljutok oda. Tehát van egy ilyen összekapcsolás. Rendben. De még van egy mélyebb abstrakciója ennek az egésznek, csak hogy ne legyen egyszerű a dolog. Valójában egyébként a számítógépeknek, telefonoknak, az okos eszközöknek, a hűtőszekrényemnek, amelyik internetképes, tulajdonképpen alapból nincs IP címe. Van neki viszont egy úgynevezett fizikai azonosítója. Ez a röviden MAC-nak nevezett cím, Media Access Control egyébként a feloldása, ami még egy
FF, tehát hexaszámokat látunk, tehát 16x16 különböző értéket lehet föl. És valójában minden egyes eszköznek, ami az interneten vagy éppen a hálózaton van, egy ilyen egyedi címe van, ami segít beazonosítani magát az eszközt. Az eszköz maga, ez a megcím, ez a fizikai című eszköz, amikor felkerül egy hálózatra, akkor valamilyen IP címet kap első körben, mondjuk be tud neki állítani, vagy van egy DHCP nevű szolgáltatás, Dynamic Host, a C-t azt most helyből nem tudom, protokoll, aminek az a címe, hogy amikor ez az eszköz felkerül a hálózatra, kapjon tőle egy IP címet. Majd utána ez a viszonylag bonyolult láncolat fogja összeállítani azt, hogy ez a személy, ez a gép a végén azonosítható legyen az interneten. Nézzünk egy példát. Ugye itt bekapcsoltam a számítógépet. Nyitunk egy parancsort. Beírjuk az ifconfig per all parancsot. És megnézzük, hogy ez a számítógép, itt mellettem voltak éppen kicsoda. Látszódik, hogy ez a számítógép, itt ő a 204 S tanári kötője PC nevű végentitás, aki egyébként az internet.ktk.uni-nk.hu belső címen van. Ennek a számítógépnek a címe 172.18.0.59. Az első kapcsolata, aki kikapcsolja a hálózatra, a 172.18.3.254, és egyébként a fizikai címe az A0481C94A0C2. Ez a számítógép itt mellettem, az interneten tulajdonképpen ezen betűk és számoknak a halmaza. Amikor valamilyen kapcsolatban állunk valaki mással az interneten, tulajdonképpen ezekkel a betűkkel és ezekkel a számokkal játszunk. A számítógép számára az, hogy ő a 204 esztanári PC és az internet.ktk.uni-nk.hu, ez lényegtelen. Ez a számítógép, a router, az egész rendszer számára egy lényegtelen információ. Ő a számítógép tulajdonképpen ezekből a számokból tud gazdálkodni. Jó? Nagyon leegyszerűsítve ezek az alapvető azonosítási kérdések, amik ugyan felvetnek egy-két komplikációt, amivel ugye egy kibertámadás esetében viszont számolnunk kell. A világ nagyon szép lenne, hogyha minden egyes számítógépnek egy ilyen egyedi azonosítója lenne. A világ nagyon szép lenne, hogyha minden számítógép egyébként visszavezethető lenne ezeken a nagyon.hu.unikotelenk.hu címen visszavezethető lenne, hiszen akkor nekem nyomozóként semmi más feladatom nincsen, mint hogy megnézem a rendelkezésre álló számítógép bizonyítékot, hogy honnan jött a támadás. Na igen, nem csak vannak benne csavarok. Az egyik csavar, azt például úgy hívják, hogy NAT, Network Address Translation, ugyanis gyakorlatilag ezek az IP címek, ez a 250-250-255, ez olyan kevés. Ha jól emlékszem, talán 4 milliárd környékére jön ki a végeredménye ennek a szorzatnak. Na most ugye vagyunk most már lassan 8 milliárdan a Földön, akik közül most már szinte, hát legalábbis 3,5 milliárd internetezik, és akkor nem is beszéltünk, hogy csak nekem van, hát sok különböző eszközöm, ami különböző módon csatlakozik fel az internetre, mert van ugye a szokos telefonom, amiben van két SIM-kártya, van a tabletem, van a laptopom, van az otthoni számítógépem, van a tévém, és van a routerem, nem az még két routerem, van egy nasom, tehát egy hálózati tárolóm, tehát most azt hiszem, hogy kapásból 9-et számoltam, ami csak az enyém, és akkor még a feleségem eszközeit figyelembe se vettem. Tehát látszódik az, hogy csak, hogyha így nézek és így fejlődik mondjuk csak az én háztartásomban az internetképes eszközöknek a száma, akkor ez a számosság ez kevés lesz. Hogyan lehet ezt feloldani? Hát okos emberek kitalálták azt, hogy voltak éppen, miután ez egy véges erőforrás, amivel valahogy gazdálkodni kell, hát mi lenne, hogyha nem minden számítógép kapna egyedi IP címet? Éppen ezért találták ki ezt a bizonyos NAT-nak nevezett Network Address Translation Protocolnak nevezett eszközt, ami azt csinálja, hogy ha ugye mondjuk engem el kéne rejteni,
hálózat előtt. Gyakorlatilag ide teszek egy eszközt, mondjuk a router is lehet adott esetben ez az eszköz, aminek az egyik lába kap egy úgynevezett publikus IP címet, ami kívülről is látszódik, tehát ez a 187.110.583 tulajdonképpen ennek a lábnak a címe. Ami a router másik oldalán van, az viszont az internet felől nem látszódik közvetlenül. Tehát van itt egy számítógép, meg a hálózaton belül még tetszőleges másik, amit saját IP címet kapnak. Tipikus saját IP címek szoktak lenni mondjuk a 10.0.0.0 és a 10.255.255.255 közötti számok, vagy éppen a 192.168.0.192.168.255 közötti számok. Megint durva leegyszerűsítés, amit mondok, természetesen ezt így vegyék, de nagyjából ennyit kell tudni. Tehát vannak ezek az úgynevezett privát címek, amiket ugyanolyan primán meg tudnak kapni ezek a számítógépek. A hálózaton belül primán működik minden, úgy, ahogy az előbb leírtam, csak éppen az internet felül nem látszódik. Itt van ugye ennek a bizonyos NAT eszköznek a feladata, aki semmi más nem csinál, mint hogy ezeket a kéréseket, amik belülről jönnek, vagy éppen befele mennek, úgymond szétdobja, tehát összekapcsolja az egyre a publikus címet azzal a nagyon-nagyon sok privát címmel, amit a belső hálózaton belül tudunk használni. Na, a probléma az ott kezdődik, hogy ha megnézzük mondjuk a okostelefonjukon a kapott IP címet, akkor alapvetően azt fogják látni, hogy a legtöbb szolgáltató, szerintem most már kivétel nélkül, voltak éppen az összes mobiltelefon szolgáltató privát címet oszt ki az okostelefonok, hiszen rengeteg van belőle. Tehát amikor én mondjuk egy okostelefonról nézek meg mondjuk egy webszervert, akkor a telefonszolgáltatónak a NAT képes eszköze valahol valamelyik rútereinek az IP címét fogom látni, nem pedig a végeszköznek a számát, a IP címét, amiről valójában a megnézés történt. Ami alapvetően nem probléma, hiszen a rendszer működik, csak amikor vissza kell nyomoznom egy támadást, akkor látni fogok egy olyan publikus IP címet, ami Isten igazából a szolgáltatóhoz tartozik. Ami még mindig semmi problémát nem okoz, hiszen a szolgáltatónak ugye törvény a felelőssége, hogy nyilván tartsa, hogy az adott időpontban melyik felhasználójához kapcsolódott az adott IP cím, belső IP cím, és így meg lehet oldani a kérdést, de erről majd egy kicsit később, hogy ez mennyire működik a gyakorlatban. Oké, tehát van NAT-om, van IP címem, nagyon szép, nagyon jó, kevés, bonyolult. Úgyhogy kitalálták, mi lenne, hogyha lenne egy új címzési módszerem, amivel sokkal-sokkal több IP címet tudnék kiosztani. Mondjuk, hogyha most elláttam a világot, a földünket IP címekkel, akkor még a Marsra, a Vénuszra, a Jupiterre és máshova is jutnának ezekből az IP címekből. Tehát mi lenne, hogyha ezt az egyébként véges erőforrás kitágítanám egy olyan mennyiségű erőforrásra, ami jelenállás szerint beláthatatlanul sok. Ezt a címzési módszer nevezik IPv4-nek, tehát a 4-es verziójú IP címzésnek. Amiről pedig én beszélek, az a IPv6, a 6-os címzésű IP cím. És itt lehet látni mondjuk ennek a számítógépnek az IPv6 címét, ez a FE83-3485-411F4CAF-266, és utána még van jó pár sor, ami csak a címről szól. Hát ez egy kicsit, hogy mondjam, nehezebben megegyezhető, mint azok a számok, hiszen rögtön hexadecimálisban számolunk, és rögtön több szám és betű szerepel ott, mint az IPv4-nél, de gyakorlatilag kitágítja a világot. Remek. Nyomoznom kell, és egy IPv6-os címem van. Hát találjam meg, hogy ez kihez tartozott, és hogyan. Bár egyébként sokkal könnyebbnek tűnik, hiszen itt már nem kell NAT-olást használni. Egyébként a világ még nem feltétlenül tért át az IPv6-os címzésekre, de hát nem fogja leegyszerűsíteni a káoszt a világunkban. Az biztos, hogyha támadás védelem perspektívából vizsgáljuk a dolgokat. Jó. Hogyan fogom megtudni, hogy egy adott IP cím kihez tartozik? Erre való az úgynevezett WHOIS parancs. Beírom.
kibújva. Nagyon egyszerű, beírom ide az IP címet, ugye a 172.18.059-eset. És talán találtam egy privát címet. Hogy is van ez? Ez a számítógép, amit én használok, egy belső hálózaton ül. Ez a belső hálózat elrejti az internet felől gyakorlatilag ezt a számítógépet, tehát bejött az, amit az előbb mondtam. Tehát kifele már rögtön ez a számítógép látszódik. De akkor ki látszódik kifele? Menjünk csak vissza. Your IP address is 193.224.76.224. Egy egészen más IP cím látszódik kifele, holott erről a számítógépről érzed, de ez hova tartozik, kihez tartozik? Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Hát megörököltük ugye az EMN-nek a routerét valószínűleg, és nem lett átírva a DNS érdelelt az IP címére a tulajdonosnak a neve. Hát az is látszódik, hogy ilyet, tehát a Magyar Felsőoktatási Hálózathoz tartozó végpontról van szó tulajdonképpen. Amikor tehát egy végpontról nézem meg, hogy mégis ki volt az, aki megpróbált engem megtámadni, akkor jó eséllyel valamilyen információhoz fogok eljutni. Hiteles ez? Ha csak ezt az információt tudnák megnézni, akkor meg tudnák mondani azt, hogy mégis ki volt az, aki megtámadta a gépet? Hát nem annyira. Ha probléma van, írhatok egy e-mail címet az edius@ivf.hu e-mail címre, és ott talán meg tudják mondani az adott pillanatban az adott IP címet, hogy el fognak jutni ugye az egyetemünknek a rendszergazdáihoz, akik majd jó eséllyel talán meg tudják mondani az adott pillanatban egyébként ezt a forgalmat, erről a számítógépről vitték végbe. Nem fogják tudni egyébként megmondani. Tehát ezt jó eséllyel mondom, hogy nem fogják tudni megmondani, nem fogják tudni összekapcsolni. A nyomozás, az internetes nyomozásnak a nehézségét, tehát ez a komplikáltság adja, ez a rejtettség adja. Rendben. Hát a gépek azok nem fognak nekünk nagyon sokat segíteni. Nem mindig ott vannak az emberek. Ugye a támadásokat azért még nem a Skynetnek az időszakát érjük, tehát nem a robotok támadnak minket a legtöbb esetben, bár ez sem feltétlenül igaz, vagy legalábbis a robotok is támadnak minket, a robotok mögött is jellemzően még valaki ember áll. Az embernek pedig van valamiféle motivációja. Mik az emberi motivációk? Miért akarok én megtámadni egy internetes erőforrást? Meg akarok támadni, mert nem tetszik a pofája. Ez ugye egyfajta motiváció, a nagyon emberi, a visszavág. Meg akarom támadni, mert egy gonosz multi, meg a kormányzat, aki el akar nyomni az embereket, és különben is GeForce Smart-ba járok, és az anonimus az Isten. Ez a másik motiváció. Vagy éppen azt gondolom, hogy ha már nem tudok bombővel a nadrágomba beballagni egy piaszt és ott fölrobbantani magamat, akkor majd jól informatikai úton lehetetlenné teszem, hogy működjenek a közszolgáltatások. Ez is egy motiváció. Pénzt akarok. Sok pénzt akarok. Még több pénzt akarok. És igazából az interneten ott hever a pénz. Az államnak dolgozom napi 8 órában, és semmi más dolgom nincsen, mint egy információt szedjek ki egy másik államtól. Adott esetben, hogy ha azt a parancsot kapom, akkor valamit csináljak a másik erőforrással, a másik ország erőforrásaival, és ezáltal segítsem az országos stratégiai célját elérni. De minden esetre információt szerezek minél nagyobb volumenben. Különböző motivációk, az egyiket úgy hívjak, hogy ScriptKiddy. A ScriptKiddy valójában az a tanuló hacker, akinek különösebben mély motivációi még nem feltétlenül vannak a személyes sikeren, a személyes érzelmeken túl, az eszköztára sem feltétlenül kifinomult, általában viszonylag könnyű elkapni, hiszen ugye ebben benne van az, hogy rendszerünk, elmondjuk, büszkék vagyunk, és benne van az, hogy be lehet minket palisztni, mert jön valaki, aki azt mondja, hogy drága barátom, ha föltöd ezt az erőforrást, akkor kapsz 1000 eurót, megöregedik a vállalat, ügyes leszel, fiatal, tipikusan ugye a 10 éves generáció tartozik, általában kinevik az emberek. A technológiai eszköztár nem feltétlenül összetett, hiszen a hacker eszközöket, hackerési szolgáló eszközöket az internetről simán lehet tölteni, könnyen fel lehet konfigurálni, én úgy nevezem őket, hogy a balek. Gyakorlatilag belőlük lehet nagyon jó balekokat csinálni, és te legyen kétség, csinálni.
A második ugye az evolúció, a hacker evolúció következő lépése, amikor a személyes dolgokon túl elkezdek hinni valami ügyben, még mindig lehetőleg tínédzser vagyok, vagy pedig fiatal 20 éves, esetleg valaki olyan, aki hát nem jött ki ebből a korból, és még mindig hisz az eszmékben, ami általában 20-30 környékén már elmúlik. Ők ugye azok a hektivisták, akik valamilyen politikai vagy egyéb közérdekűnek vélt vagy valós közérdekű ügyérdekének kiállnak, és kvázi mint a tüntetők az interneten teszik közzé azokat a, vagy küzdenek egy ügyért. Az internet ma egy nagyon jó médium arra, hogy ügyekért kiálljunk és nyilvánosságot szerezzünk. Ezen nincs is semmi gond, ez hozzátartozik a szólásszabadsághoz. Az internet tulajdonképpen még mindig a szabadságnak a legmélyebb terepe, bármi is történik, de vannak hektivista tevékenységnek néhány olyan ága, ami viszont gyakorlatilag minden ország jogszabályába beleütközik. Tehát például ugye az adatszivárogtatók, az adatszivárogtatás, amit ugye WikiLeaks-en látunk, ez egy tipikusan minden ország jogába ütköző cselekedet. Betörni, nem volt nagy betörés nyilvánvalóan, de legalábbis külön engedély nélkül nyilvánosságra hozni egyébként minősített információkat. Nagyon nehéz terület amúgy, amikor szembe megy ugye a whistleblower tevékenység, tehát a szivárogtató tevékenység, amit boldogabb országokban jól védenek, és az, amikor ez nem igazi whistleblowingról van szó, hanem gyakorlatilag valamilyen jogszabályátágásra, nagyon kényes terület. De a hektivizmusnak része ez, és hát egyre komolyabb problémát okoz az, hogy mit lehet ezekkel hogyan lehet ezzel védekezni, kell védekezni, hogy ez a jog egyik oldal. A másik egyébként, amikor oldalakat törünk föl, vagy weboldalakat teszünk elérhetetlenné, és ezáltal próbáljuk meg bizonyítani, ugye, vagy kiállni valami mellett. Ezek egyértelműen jogba ütköző cselekedetek, tehát akár a feltörés, akár a túlterheléses támadásokkal, elosztott túlterheléses támadásokkal, vagy distributed denial of service, DDoS támadásokkal történő megoldások. Ezek tipikus hektivista jellegű cselekedetek, jobba ütköznek, büntetendők, és hogyha ugye a scriptkiddy a balek kategóriából tovább épített a hektivista, akkor azt mondom, hogy ezek is a balek kategóriába tartoznak, ugyanis nagyon könnyű ezeket visszakövetni, és általában, ha valamiért fűbirtokláson kívül leszokták tartoztatni a hektivistákat, akkor ezek a triviális informatikai cselekedetek. A harmadik kategória ugye a kiberterroristáknak a cselekedetei. A kiberterrorista az olyan, mint a Loch Ness-i szörny, hogy állítólag van, de igazából még senki sem látta. Tehát Isten igazából olyan terrorista jellegű cselekmények, melyek ugye cselekedetükből, hátterükből fakadóan ugye arra mennek rá, hogy minél nagyobb hatást, minél nagyobb félelmet váltsanak ki a társadalomból. Ilyen Isten igazából még nem volt. Valószínűleg azoknak, akik terrorista cselekményeket hajtanak végre, nincs meg feltétlenül a kapacitásuk arra, hogy ezt megtegyék. Magyarul még mindig egyszerűbb egy repülőgépre fölcsempésztetni egy 1 kilós bombát, mint meghekkelni adott esetben a légiforgalmi irányítást, és ezen keresztül hatást kiváltani. De föl kell készülni, hogy egyébként abban az irányt vegyünk, hogy ez egy valós kockázat, és ezzel valamit kezdek kell. És nem lennék meglepve, hogyha a forgatókönyv során találkoznák olyan ilyen jellegű cselekedettel. Nagy hír egyébként, hogyha az ISIS főinformatikusát mondjuk lebombázták, mert legalább látszik, hogy van ilyen, de még azért nem ez a legkomolyabb kihívás mondjuk. A negyedik lépcső pénz. Ez viszont komoly probléma. Ma az interneten az a 3,5 milliárdnyi internet használó tulajdonképpen mind valamilyen erőforrással bír. Ez a számítógép is egy erőforrás, az internet kapcsolat is egy erőforrás, amit pénzé lehet tenni. Az én internetes vásárlásom során felhasznált bankkártya, az is egy erőforrás, amit fel lehet használni. A jelszavam, amit elfelejtettem most ide a számítógép az egyetemi hálózathoz, az is egy erőforrás, amit szintén fel lehet használni. Minden lehet erőforrás. Mindennek van valamilyen értéke, amit pénzé lehet tenni, és igenis, a nagyon komoly szervezetiparát települt rá arra, hogy ezeket az erőforrásokat megszerezzük. Ez is egy motiváció. És
végül az ötödik motiváció, ugye amikor már egyértelműen nemzetbiztonsági hadiszolgálatba állított informatikusokról van szó, akinek semmi más dolga nincsen, mint hogy észrevétlenül betörni, észrevétlenül információkat szerezni, vagy adott esetben a lehető legnagyobb hatást kiváltva informatikai úton rombolni. Ennek az öt különböző csoportnak különböző attitűdjei vannak. Nyilván megfigyelhető amúgy egy nagyon tipikus életpálya. Tehát alapvetően mindenki szkriptiként kezdi nyilvánvalóan. Mindenkinek meg kell tanulni ezt az egészet. Én azt láttam, hogy van egy időszak, amikor mindenki kicsit aktivista akar lenni. Tehát mindenkinek van egy álma, amiben szeretne belemenni. És gyakorlatilag utána válik három felé az út. Van, akinek megjön az esze, és viszonylag jó pénzére elmegy állami vagy éppen magánszolgálatba dolgozni, legális körülmények között, az adott ország legális körülmények között dolgozik. Van, aki megmarad ideológia mellett, nagyon kevesen vannak, és valamilyen terrorcsoporthoz csatlakozik, vagy egyszerűen átáll a sötét oldalra, és ugye bűnözőként bűncselekmények elkövetésére keresi meg a pénzt. A nagyon különböző még az az, hogy ugye vannak ezek az emberi motivációk, hogy ennek mekkora a publikussága. Amikor én scriptkiddy vagyok, akkor eldicsekszem a Facebookon a barátaimnak, vagy éppen a megfelelő IRC csatornába beírom, hogy éppen mit csináltam. Amikor hektivista vagyok, azt akarom, hogy az egész világ lássa, hogy éppen mivel foglalkozom. Amikor terrorista vagyok, nyilván megint csak azt szeretném, hogy az egész világ lássa, de nagyon nagy hatással. Amikor bűnöző vagyok, akkor nem akarom, hogy lássanak. Nem akarom, hogy visszajussanak hozzám. Maximum annyit látnak belőlem, hogy a számítógépemen megint fogott egy vírust a víruskereső. De nem fognak engem látni, mint bűnözők mögötte. Amikor állami szolgálatban vagyok, akkor láthatatlan vagyok. Akkor nem is létezem. Még az adott országban sem létezem. Titkos szolgálat vagyok, katona vagyok. Nem kell, hogy nem érdekes a személyem. Lehetőleg még a csapatokról se tudjanak sem. Különböző motivációk, különböző hozzáférhetőség. De ennek ellenére a gyakorlat azt mutatja, hogy nagy titkok még a nagy interneten sincsen. A legtöbb támadó legalább becenédéknél szinten, valamilyen szinten visszakövethető. Hiszen az internet nem felej. Hiszen ott vannak ott van a digitális lábnyom, és ugyanúgy informatikusok ülnek még a titkosszolgálatoknál is, akik bár nagyon törekszenek rá, és az ő főnökeik is nagyon törekszenek rá, mégsem tudnak teljesen eltűnni. Anonimitás. Annak ellenére, ugye, hogy már maga a nyomozás is problémákat tud okozni, de hát ez a rendszer NATO-lással vagy IPv6-tal adott esetben még nem fog tudni engem teljes mértékben elrejteni az interneten. Kell tehát valami, ami engem anonimmá tesz. Hogyan tudok én anonim maradni az interneten? Örüljünk egyet. Feladat következő. Erről a forrásról szeretném ezt a célt úgy elérni, hogy lehetőleg az életben lehessen visszakövetni a forrás. Mit tudok csinálni? Hát a legtriviálisabb szerintem. Ez a szerver itt van Magyarországon. Ez a forrás legyen mondjuk egy jó közeli országot, mondjuk itt van Magyarországon. Szeretném megtámadni, mit fogok csinálni. Úgynevezett proxikat fogok, közvetítő közegeket fogok felállítani, proxy szervereket fogok szerezni, amik azt fogják mutatni, hogy innen először elmentem Törökországba, majd elmentem Izraelbe, majd elmentem mondjuk az USA-ba, majd egyébként átugrottam Brazíliába, és innen értem el ezt a szervert. Ezen a szerveren, amikor kimegyek és lefoglalok és nyomot rögzítek, az fog látszódni, ha látszódik egyáltalán, hogy hát egy Brazíliából valaki próbálkozott valamivel. Elmegyek Brazíliába. Jó, mondjuk megtalálom ezt a szervert, vissza tudom követni, az fog látszódni, hogy valaki az Egyesült Államokból lépett be, és így tovább, és így tovább, és így tovább.
Jelenleg a jogsegély egyezmények keretében ahhoz, hogy én Magyarországról rendőri szervként információt kérek Brazíliától, hát az egy olyan 20-fél éve egy év, mire választ fogok kapni. Érdemi választ. És akkor még folytathatom azt, hogy hány év lesz, mire egyáltalán nyilván ez így felejthetetlen. A jelenlegi kiadatási, jelenlegi jogsegély egyezmények nem igazán támogatják azt, hogy ezeket a proxy láncolatokat érdemben föl tudjuk fedezni. Amit lehet csinálni, mi a proxy? Hogyan lesz valakiből proxy? Proxy lehet az lehet úgy, hogy én kiváló hacker vagyok, és egyszerűen nézegetek az interneten, hogy van-e föltörhető számítógép. Hopp, föltörhető számítógép, ezt is föltöröm, ezt is föltöröm, ezt is föltöröm. Hozzáférésre ezekhez a számítógépekhez. És onnantól kezdve nagyon egyszerűen tudok erre belépni, innen belépni erre, erről belépni erre, erről belépni erre, erről pedig támadni ezt. Ha szofisztikált ember vagyok, és igazából nem nagy tételben szeretném ezeket a támadásokat végrehajtani, akkor voltaképpen megcsináltam, kiépítek egy saját proxy láncolatokat. De ez macerás. Úgyhogy megveszem. Mert ezeknek a számítógépek mellett még van néhány olyan számítógép, ami fut valamilyen kártékony kód, vírus, ami tulajdonképpen arra vár, hogy azt a számítógépet, annak a számítógépnek az erőforrásait valakinek eladják. Teljesen mindegy, hogy arról most kéretleneteket kell terjeszteni, gyermekpornográfiát kell terjeszteni, bitcoin bányászatra használják, vagy éppen jön valami fura alak, aki bitcoinnal kifizet néhány bitcoinnyi pénzt azért, hogy kapjon egy proxy láncolatot. Teljesen mindegy. És innentől kezdve ezek a számítógépek egyébként teljesen ártatlanok. Ezeknek a tulajdonosainak fogalma nincs arról, hogy az ő számítógépeken keresztül valamilyen támadás történik. És a forrás visszanyomozhatatlan. De van még ennek egy kicsit szofisztikáltabb formája is, mert rendben, lehet, hogy engem itt már valami megfigyelés alatt vagyok. Lehet, hogy az én internetforgalomban már figyelik. Lehet, hogy én már gyanús vagyok. Hát, hogyha mindez így történik, és megfigyelik azt, hogy én mit csinálok, hol lépek be, milyen parancsokat adok ki, akkor már is lebuktam. Na de mi történik akkor, ha az egészet beteszem egy titkosított csatornába? Meg itt is. Meg itt is. Próbálják meg bizonyítékot szerezni ellenem. Ezt nevezi VPN-eknek, Virtual Private Network, virtuális magánhálózatoknak, melyeknek a célja alapvetően az, hogy elrejtsék, titkosítsák azt a forgalmat a nagy interneten, amit én nem akarok nyilván, hogy más meglássuk. De van még egy szofisztikáltabb formája az anonimitásnak. Ezt nevezik Tor hálózatnak. A Tor hálózatnak az a lényege, hogy megint nem megyek vele a részletekbe olyan nagyon, de gyakorlatilag minél mélyebben megyek ebben a proxy hálózatban, proxy láncolatban, annál kisebben, annál kevésbé tudja ez a számítógép, hogy honnan jött egyébként a forgalom. Titkosítva, össze-vissza van kavarva, és gyakorlatilag egy olyan hálózatról van szó, ahol látom, van egy nőzet, vannak az úgynevezett exit nodok, ezek az exit nodok. Az internet felől kizárólag ezek a számítógépek, ez a kettő számítógép látszódik. De hogy mi a Tor hálózatnak a belső architektúrája, kikivel, hogyan kommunikál, milyen úton, ez praktikusan láthatatlan. Úgyhogy ma, ha el szeretném magamat rejteni az interneten, és esélyt sem szeretnék adni arra, hogy felfedezzenek engem a másik oldalon, akkor ezeket a Tor hálózatot, ezt a Tor hálózatot használom, és ezzel primán el tudom rejteni a nyomaimat. Hogyan tudok mégis visszakövetni személyeket, számítógépeket, erőforrásokat ezen a hálózaton keresztül? Teljesen esélytelen az, hogy ezt megtegyem? Nem. Ugyanis kezdeném azzal, vagy visszautalnék arra, amit mondtam, ezek mögött a számítógépek mögött még most ebben a pillanatban emberek ülnek.
az emberek pedig mindig hibáznak. Az emberi hibákra kell gyakorlatilag fókuszálni, akkor, hogyha ilyen valami információt szeretnék használni. A modern kibervédelem az nem úgy működik, hogy ülök a számítógépen mögött, és logókat elemzek, és akkor abból majd lesz valami. A modern kibervédelem a klasszikus hírszerzéssel nem, klasszikus hírszerzés nem fejthető mellette. A klasszikus hírszerzés pedig alapvetően úgy néz ki, hogy egyrészt nyílt forrásokból tájékozódom, az interneten rengeteg minden van, hallanom kell, látnom kell. Egyébként minden országnak megvan a nyílt hírszerző hálózata, OSINT-nek hívják, Open Source Intelligence-nek hívják egyébként ezt a területet. Rengeteg mindent megtudunk erről, ebből a forrásból, de emellett egy jó védelem az úgy is, az használja a klasszikus hírszerzési technológiákat, azaz a füleseket, a beültetett embereket, a kémeket, hadd ne folytassam, tehát azokat, akik